Üdvözlök mindenkit, szervusztok! Földi Péternek hívnak, és ezt a videót, illetve reményeim szerint videósorozatot azoknak szánom, akik szeretnek programozni, és hát problémákat keresnek, amit otthon a saját számítógépükkel meg tudnak oldani, és eközben jót szórakoznak. Nem titkolom, hogy alapvetően középiskolásokra gondolok itt, esetlegesen felvételi előtt, de természetesen mindenkinek örülök, aki hasonló attitűddel végignézi ezeket a videókat. Mivel történetesen fizikus vagyok, és hát a Szegedi Tudományegyetem fizikai intézetében dolgozok, ezért olyan problémákat fogok hozni, amelyek fizikával kapcsolatosak. Nem szeretném túlbonyolítani a dolgot, ezért főleg mozgásokra fogunk koncentrálni. Ehhez jó részt elegendőek a középiskolai fizikai ismeretek, de azért egy pár dolgot meg kell beszélni, mielőtt elkezdenénk programozni. Ígérem, rövidre fogom. Akkor nézzük, miről van szó. Az egyszerűség kedvéért egydimenziós mozgásra gondoljunk, tehát egy egyenes mentén, ami legyen mondjuk az X-tengely, itt a nulla, mozogjon ez a pici téglatest, aminek M a tömege. Az alakja tulajdonképpen lényegtelen, ideális esetben olyan messziről nézzük, hogy az nem látszik, ezt tömegpontnak hívjuk. Azért nem gömböt rajzoltam, mert van a gördülés képzete benne van, és ez elbonyolítaná a helyzetet. Tehát ez a pici tégla csúszik az X-tengely mentén, és a mozgását meghatározó egyenlet, az az F egyenlő M-szer A kifejezés, amit mozgásegyenletnek is hívnak, tehát remélhetőleg páran láttátok már leírva, nagy valószínűséggel számolni viszont nem számoltatok vele. Egyelőre ezt idézőjelbe teszem, mert értelmeznünk kell egy kicsit, mielőtt használni fogjuk tudni a mozgások meghatározására. Itt legegyszerűbb ebben a képletben az M az nyilván a tömege a testnek, annak a kis téglának adott esetben, F a ráható erő, az A pedig az ő gyorsulása, ami hát első közelítésben a időegységre jutó sebesség változás, de ezen még fogunk finomítani a későbbiekben. Az F-ről azért azt érdemes elmondani, hogy az a test, az mindig a testre ható összes erőt jelenti. Tehát például hiába hat a gravitációs erő egy almára, hogyha a szára azt jó erősen tartja, konkrétan ugyanakkor a nagyságú, de ellentétes irányú erővel, akkor az nem fog megmozdulni, nem esik Newton fejére. Őt egyébként nyilván azért emlegetem, mert ezt a mozgásegyenletet is az ő nevéhez szoktuk kötni. Ez az egyenlet lényegében azt mondja, hogy a mozgásoknak a előidézője az erő, tehát a gyorsulás azért van, mert a testekre erők hatnak, és ugyanakkor erő, hogyha kisebb tömegű a test, azon nagyobb változást tud előidézni, mint egy nagyobb tömegűn, ez teljesen kézenfekvő. Mondjuk egy kis kavicsot jó messzire el tudok hajítani, egy nagyobb szikladarabbal meg nehézségeim adódnak. Tehát akkor ebben a képletben szerepel a gyorsulás, ami kapcsán a sebességet emlegettem. Azt legkönnyebben úgy tudjuk értelmezni, ha rajzolunk egy grafikont. Ezt az X-tengelyt most elfordítom 90 fokkal, ez függőleges lesz. Ide pedig a vízszintesen fölmérjük mondjuk az időt, ami a t, ez legyen szekundumban mérve, az x pedig méterben. A legegyszerűbb mozgás ezen a grafikonon szemléltetve az, amikor nincs is mozgás, tehát amikor ehhez egy vízszintes egyenes tartozik, tehát bármennyi is az idő, az x mindig ugyanaz, a test nyugalomban van, sebessége nulla, ez roppant unalmas, léphetünk is tovább. A következő egyszerűség szempontjából a következő mozgás, az egyenes vonalú egyenletes mozgás, ezzel azért már középiskolában is lehet találkozni, ehhez is egy egyenes tartozik, de ez most már nem vízszintes. És hát ezt mondjuk itt van 1 másodperc, 2, 3, tehát itt a sebességet ugye úgy olvassuk le, hogy az egyszerűség kedvéért ez legyen 1 méter, tehát egyszerűen azt mondjuk, hogy megnézzük, hogy egy másodperc alatt mennyi az elmozdulás,
tehát mennyi a delta t az 1 másodperc, a delta x az 1 méter, tehát a sebesség az delta x per delta t, adott esetben 1 per 1, 1 méter per szekundum S-ben. Hogyha ugye gyorsabb lenne a test, akkor ennek a egyenesnek a meredeksége az nagyobb lenne, tehát meredekebb lenne az egyenes, ha meg kisebb a sebesség, akkor laposabb, de ezeket mindig könnyen le tudjuk olvasni erről a grafikonról. De hát természetesen nem csak ilyen mozgások vannak, illetve hát mondjuk, hogyha az arra a kérdésre, hogy mi az egyenes vonalú egyenletes mozgás, azt válaszoljuk, hogy ugyanannyi időközökhöz ugyanakkor elmozdulás tartozik, akkor van az, hogy az ember fizikatanára fölvonja a szemöldökét, és vár még egy fél mondatot, az meg úgy hangzik, hogy bármilyen kicsi is legyen ez az idő, amikor ezt vizsgáljuk. Ez azért van, mert például simán el tudok képzelni egy olyan mozgást, amelyik minden egész időpillanatban ugyanott van, mint a egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test, de láthatóan ez egy sokkal összetettebb mozgás, valamilyen rezgésszerű dolog rakódik rá erre az egyenes vonalú egyenletes mozgásra, és ilyenkor hát fölmerül a kérdés, hogy mondjuk ebben a időpillanatban, ami mondjuk T-vesző, azért nem té, hogy a tengely felirattal ne keverjük össze. Szóval, hogy itt mennyi a sebesség? Mennyi a pillanatnyi sebesség? Ez teljesen hétköznapi fogalom. Gondoljunk abba bele, hogy mondjuk kerékpárral megyünk iskolába. Még ha egyenes úton is megyünk, szinte biztos, hogy nem lesz állandó a sebességünk. Keresztbe jöhet egy macska, amikor fékezni kell, vagy úgy érezzük, hogy késésben vagyunk, akkor belehúzunk. Nagyobb lesz a sebességünk. És hogyha véletlenül van egy kilométer óra biciklinken, akkor az a pillanatnyi sebességet mutatja. Most ezen a görbén, vagy ezzel a grafikonnal ezt az a kérdés, hogy hogyan tudjuk a pillanatnyi sebességet meghatározni. És tulajdonképpen ez nem olyan nagyon bonyolult, legalábbis fizikus szemmel. Azt mondja az ember, hogy vegyünk itt a T-vesző körül egy kicsiny delta T intervallumot, olyan kicsit, hogyha fölnagyítjuk ezt a tartományt itt, akkor lényegében az már jó közelítéssel egyenes legyen, és akkor ugyanúgy meg le tudjuk olvasni, hogy mennyi a delta x, a delta t-t mi mondtuk meg, és a sebesség, ami most már pillanatnyi sebesség, az a újra a delta x per delta t, csak most a delta x már ehhez a piciny intervallumhoz, időintervallumhoz tartozó elmozdulást jelenti. Szóval itt érdemes megjegyezni, hogy pontosan itt tulajdonképpen a delta t-vel nullához kellene tartani. De egyrészt azt gondolom, hogy a végtelenekkel, nullákkal való bánást azt az ember tanulja meg rendesen egy matematikustól, másrészt meg numerikusan soha nem fogunk tudni végtelenül kicsi intervallumokat tekinteni, tehát ilyen szempontból nem lesz szükség arra, hogy ezt nagyon pontosan megbeszéljük, hogy ez mi lenne. Tehát azt kaptuk, hogy a pillanatnyi sebességet, most már nem írok vesszőt, azt úgy lehet meghatározni, hogy a t körül veszünk egy kicsi delta t intervallumot, az alatti delta x-et elosztjuk az intervallum hosszával. És hát tulajdonképpen a gyorsulás esetén is teljesen hasonlóképpen tudunk eljárni, csak akkor itt a függőleges tengelyre már sebességet mérünk fel, mondjuk méter per szekundumban. Itt ugyanúgy az idő lesz. T másodpercben. És hát azért a legegyszerűbb itt is az, amikor vízszintesen egyenes a grafikon. Ez ugye olyan mozgást ír le, amikor a sebesség nem változik, ez pontosan ehhez az egyenes vonalú egyenletes mozgáshoz tartozik. De ez sem annyira izgalmas, valljuk be. Általános esetben a mozgáshoz egy általánosabb görbe tartozik, és itt is megkérdezhetjük, hogy mondjuk ebben a T-vesző időpillanatban mennyi a gyorsulás, mennyi a pillanatnyi gyorsulás, és ezt pontosan ugyanúgy kell csinálni, mint a sebesség esetében. Veszünk egy elegendően kicsi delta t intervallumot, és azt mondjuk, hogy az a t vesszőben az a
sebesség megváltozása ez alatt a pici idő alatt, tehát ugyanígy most már vessző nélkül, úgyhogy megfelelően értjük ezt a delta V és delta T megváltozásokat, így írható fel, és ezzel már a mozgásegyenlet úgy írható, hogy M-szer A a T időpillanatban, tehát pillanatnyi gyorsulás, az egyenlő az erő ugyanebben az időpontban, és azon a helyen, ahol ekkora test van, mert esetleg helytől is függhet az erő, és ez az, amit, tehát ez az a formula, amit már fogunk tudni numerikusan is kezelni, ezt már nem kell idézőjelbe tenni, ezt jól értelmeztük itt ez alatt a pár perc alatt. És akkor most nézzük meg, hogy tényleg hogy lehet ezt valóban numerikus módszerré fordítani. Itt fölírtam újra még egyszer azokat az egyenleteket, amit nemrég kinyertünk. És a trükk egyszerűen az, hogy fogom az időtengelyt, így, tehát itt a T, itt van a nulla, kezdjem mondjuk nullában az időmérést, és nullától valami nagy T-ig szeretném mondjuk meghatározni, hogy hogyan mozog a test. És numerikusan azt szokás csinálni, hogy az ember ezt az időtengelyt kicsi, az előző értelemben kicsi delta T intervallumokra oszta. Egyszerűség kedvéért legyenek most ezek egyformák, tehát végig nullától nagy T-ig, mondjuk legyen nagy N darab intervallum, és az elsőhöz tartozzon T0 időpillanat, ez ugye a nullával megegyezik, aztán a másodikhoz T1, ez itt T2, és így tovább. Egy általánosodva írunk valahova, mondjuk ez a TI, és hát mindegyik időpillanathoz tartozzon egy hely, koordináta X0, egy sebesség V0, egy gyorsulás A0, illetve hát egy erő is F0, tehát ez tartozik T egyenlő nullához, a következőhöz X1, V1, A1, F1, többi nem nagyon fér ki, még ezt az általánosat fölírom, X, E, I, V, I, A, I, F, I. És akkor ezeket a pillanatnyi sebességre és gyorsulásra vonatkozó formulákat most már föl tudom úgy írni, hogy konkrétan ebben az esetben, tehát a V a T, I időpillanatban, ami ugye a VI a fenti jelölésekkel, az egyenlő, hát fogni kell az ehhez az I-edik intervallumhoz tartozó delta X-et, és el kell osztani mindenhol azonos delta T-vel, de hát az a delta X meg X a következő helyen, ből az XI osztva delta T-vel. Ugyanúgy az AI-t föl tudom írni úgy, hogy a V I plusz 1-ből kivonom a VI-t, és majd ezt elosztom delta T-vel. Az érdekes az, hogy ezeket az egyenleteket tudom az I plusz 1-es indexű koordinátára, illetve sebességre rendezni. Tehát föl tudom írni, hogy az XI az egyenlő, illetve bocsánat, I plusz 1 egyenlő az XI plusz delta T szer a VI. Ugyanígy a VI plusz 1 egyenlő VI plusz delta T szer AI. És azt kell itt észrevenni, hogy a jobb oldalon csak I indexű hely, illetve sebesség pontok vannak, a bal oldalon pedig I plusz 1. Ez azt jelenti, hogy ha T egyenlő nullában tudom, hogy mi az X0, V0, akkor T egyenlő 1-ben tehát ki tudom számolni az X1-et, V1-et. Illetve tudod, így szépen folyamatosan lépésenként az előző ismeretében a következőt mindig ki tudom számolni, így el tudok jutni a kezdeti T0 időpillanatról nullától egészen nagy T-ig, ameddig szeretném megoldani a mozgás egyenletet. Nézzünk azért egy példát, jó?
Tehát tulajdonképpen ez a két egyenlet az, amit kinyertünk. Most egyszerűen annyit csináltam, hogy ide az FI helyére, vagy a gyorsulás helyére beírtam, hogy F per M. És akkor legyen a példa az, ami hát tulajdonképpen talán a legkézenfekvőbb, hogy nem teljesen magától értetődő, de azért nem nehéz. Egy rugóval falhoz rögzített tömegpontról beszéljünk. M az ő tömege. Kis téglának rajzoltam. Hogyha a X koordinátát akkor tekintjük nullának, amikor a rugó nyújtatlan állapotában van, akkor bizonyos keretek között, ha nem húzom nem nagyon túlságosan nagy kitéréseket nem tekintek, akkor az erő az valami rugó állandószor az X ellentétjével lesz arányos, tehát mindig az egyensúly felé húzza a rugó a testet, és akkor ez azért egy kellemes kis példa, és tulajdonképpen a fenti esetben annyit kell csinálnunk, hogy a rugó esetén az FI helyére azt kell írni, hogy mínusz D-szer XI. És ezzel kiegészítve a fönti egyenleteket, ha megoldjuk, akkor az erre a rugóra fog vonatkozni. És akkor most nézzük, hogy hogy lehet ezt numerikusan Pythonnal megoldani. Ehhez a Python mellé egy másik állatot, egy másik óriás kígyót, az anakondát hívom segítségül. Ez egy ingyenesen letölthető, viszonylag könnyen telepíthető csomag, aminek van egy nagyon kellemes Spider nevű fejlesztői környezete, amit itt láthatunk. Tulajdonképpen itt három lényeges ablak van, ebben itt írhatom a kódot, az alsó, nekem most kisebb, az tulajdonképpen egy parancsor, ez pedig egy több célú ablak, így mi itt most az ábrákat fogjuk nézni, amiket majd készítünk. És akkor itt van ez a nagyon egyszerű kód, ami tulajdonképpen ezt az oszcillátort, ezt a rugóra kötött tömegpontot modellezi. Először megmondjuk, hogy mennyi legyen ez a delta t, ez a dt, ez itt 0,01, tehát 1/100 szekundumra van állítva. Itt valójában csalok, mert az elegendően kicsi delta t, általában az ember, ha abszolút nem ismeri a problémát, akkor fel kell, hogy fedezze. Itt viszont, hát ezt tulajdonképpen ezt a problémát papíron is meg lehet oldani. Tudom, hogy d egyenlő 1, m egyenlő 1 esetén, tehát 1 newton per méter, illetve 1 kilogram esetén, a periódis idő az 2 pi lesz másodpercben mérve, tehát ahhoz képest ez a dt ez elegendően kicsinek látszik. És t egyenlő 0, tehát a kezdő időpillanatot nullának tekintem, kezdetben a kitérés 1 méter legyen, az jó nagy, de maradjunk az SI egységeknél, a sebesség pedig 0. Itt van még két lista, illetve három lista, az egyik az idő, a másik a koordináta, a harmadik a sebesség, ezek egyenlőre egyeleműek, ezek a kezdőértékek találhatók bennük. Itt az erőnek a kifejezése, ez függhetne a sebességtől is, de most nem függ, sőt az időtől sem függ expliciten. Egyszerűen mínusz d-szer x van beleírva, ahogyan korábban megbeszéltük. És akkor az történik, hogy az idő az növekedni fog egészen 20 másodpercig, és az x-et mindig megváltoztatom, tehát megnövekszik v-szer delta t-val, tehát ez tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy az i plusz egyedik időpillanatban az x, az x plusz v-szer delta t, ezzel a plusz egyenlővel írtam. Ugyanúgy a sebesség, ami ugye az erő per m, az a gyorsulásszor delta t, és az idő is növekszik nyilván delta t-vel, ezeket hozzáfűzöm a listához, és a végén ábrázolom a dolgot. Hát futtassuk le. Ezt a kis zöld nyilat megnyomva, ez lefut, itt engem figyelmeztet, hogy a parancsorban nem jelenik meg az ábra, de az minket a legkevésbé sem zavar, és hát itt pedig látszik, hogy hát ahogyan tulajdonképpen várja az ember, a kék görbe a koordináta az x, a narancssárga a sebesség, a sebesség a 0-ról indul, mert nem volt ugye meglökve, az x az 1-ről, és szépen ezt az oszcillációt látjuk, és ha nagyon erősen nézi az ember, még azt is le tudja olvasni, hogy valóban 2 pi másodpercnél van a periódus idő, igen, tehát itt van tulajdonképpen egy periódus,
És akkor ezzel el is készült az első működő kódunk, amihez ábrát is generáltunk. Nem szeretnék nagyon hosszú videókat készíteni, ezért lassan be is fejezem, de van itt még egy-két megjegyzés, ami erősen ide kívánkozik. Először magának a Pythonnak a választásáról, tehát ezt igazándiból a harmadéves fizikus hallgatók ajánlották nekem, mert hogy ez talán egy egyszerű, jól tanulható kezdőnyelv, és mindenképpen talán ez a legelterjedtebb. Nekem nem ez a numerikus értelemben vett anyanyelvem, az a C, ezért ne várjatok tőlem virtuóz, csak a Pythonra jellemző kódokat. Cserébe olyan programsorokat szeretnék írni, amik egymás után jól olvashatók, és átlátható lesz a végeredmény. És konkrétan ezzel a számolással, ami itt a mozgásegyenlet megoldására szolgáló módszer, ezt Euler módszernek nevezik, ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy ez tulajdonképpen semmilyen praktikus alkalmazása nem jó. Tehát ez egyszerűen azért nem elég pontos. A letölthető kódban ki is fogom cserélni egy olyanra, ami legalább a minimális követelményeknek a pontosság szempontjából megfelel. Ez jó volt, szemléletes volt, megtanultuk rajta, hogy hogyan kell megoldani, hogyan megy egy mozgásegyenlet megoldása, de amikor praktikusan számolni akarunk, akkor majd mást kell egy kicsit használni. És tényleg egyébként ezt a videót nem önmagában állónak terveztem, hanem sorozatnak, a későbbiekben a címben szereplő játéknak azért nagyobb szerepet szeretnék adni, többet fogunk programozni, játszani a paraméterekkel, nézni, hogy mikor mi történik. A következő alkalommal még az ilyen rezgésekkel szeretnék foglalkozni, megnézzük a kétdimenziós esetet, és ilyen szép ábrákat fogunk rajzolni. És ezennel be is fejezem, köszönöm a figyelmet, szervusztok!